Az ellenzéki kerekasztal pártjai közös álláspontot alakítottak ki a választójogi törvénnyel és az alkotmánymódosítással kapcsolatban. Kompromisszumra jutottak az MSZNP-vel arról, hogy az alkotmányban szerepeljen-e a szocializmus kifejezés. Az EK-n belül azonban továbbra is nyitott maradt a köztársasági elnök kérdése. Az ellenzéki kerekasztal álláspontja mindig az volt, hogy munkahelyi alapon szervezhet bármelyik párt csoportot vagy szervezetet hozhat létre. De az nem működhet a munkahelyen, hanem az adott terület pártszervezetében. Tehát a munkahely nem válhat pártharcok színén. Egyszerű jogi aktusra egy pártot lehetetlen helyzetbe hozni, és éppen a jogegyenlőségre és az esélyegyenlőségre hivatkozva talán nem teljesen indokolt beállítás. Mindez nem változtat természetesen a önök álláspontján, nem is azért mondtam el ezt, mindössze ennek az ismételet mérlegelését szeretném kérni, Feltétlenül tökéletesen igazán van abban, nem szokás megtiltani a munkahelyi pártszervezeteknek a működését. Azért nem szokás, mert nem szoktak ilyen pártszervezetek működni. Kelet-Európában létezett egy államszocializmus, létezett egy hierarchia, egy munkapatokig lehatoló etatizmus, és ennek a szervezetrendszere volt az MSZNP munkapatokig lehatoló hierarchizált gépezetet. És ezt kell megszüntetni. És ezt két módon lehet megszüntetni. Egyik mód az, hogy bevonul az összes többi párt a munkahelyre, és pártok szinten választjuk a munkahelyeket. A másik mód, ez az egyszerű, egy egyszerű törvényhozási aktussal ennek a dolognak, és ez tűnik a legegyszerűbbnek és a legrövidebbnek, hogy belátható, és elfogadható határidőn belül megszűnnek ezek a szervezetek. Ezt javasolta az ellenzéki kerekasztal, a békés átmenet szempontjait figyelembe véve. Köszönöm szépen. Mi nem tudjuk másnak tekinteni a munkahelyeken az MSZNP szervezetek fenntartására irányuló törekvést, mint annak a monopolrendszernek a maradványa konzerválására irányuló törekvést, aminek a felszámolására megegyezésünk értelmében a mostani tanácskozásaink irányulnak. Abban állapodtunk meg, hogy tanácskozásunknak tárgya a politikai monopólium rendszerének felváltása a képviseleti demokráciával. Számunkra tehát megoldhatatlan ellentmondást jelentenek az MSZNP ilyen igényének fenntartása a tárgyalások tulajdonképpeni céljával. Nem akartunk túlzottan radikálisak lenni. Tudomásul vettük, hogy az MSZNP a kialakult helyzetben a fokozatos lebontás álláspontjára helyezkedik. De ha az MSZNP ezt olyan irányba fordítja, hogy a fokozatos lebontás helyett a monopolrendszer maradványainak átemelését kívánja a képviseleti demokráciába, akkor ebben a kérdéskörben, de talán más kérdéskörbe is kihatóan a közmegegyezés reménye csökkenőben van. Orbán Viktornak van egy kérdése. Orbán Viktor. Szeretnék feltenni két kérdést a MSZNP tárgyaló bizottságának. Mindez idáig ebben a tárgykörben elhangzottak mind az ellenzéki kerekasztal, mind pedig az MSZNP érvei amellett, hogy miért nincs szükség pártszervezetekre a munkahelyeket az MSZNP részéről, amellett, hogy miért van. Az ellenzéki kerekasztal előadta az érvet. Úgy gondoljuk, hogy az MSZNP tárgyaló küldöttsége az általunk előadott két legfontosabb kérdésben
És két legfontosabb érvelésben nem bocsátott érdemi vitában, ezért ezeket föl kell tenni. Az ellenzéki kerekasztal azzal érvelt, hogy amennyiben a pártfeletek nem vonulnak ki a munkahelyéről, illetve oda újabbak bevonulnak, az a termelés szétverésével jár, aminek a következményeit most nem szükséges itt értékelni. Következik az MSZNP álláspontjából az. Az MSZNP úgy értékeli, hogy nem járna a termelés szétverésével az MSZNP bennmaradna, illetve más politikai szervezetek oda bevonulnának, és ott pártharcok indulnának meg. Ez az első kérdésünk. A második kérdésünk. Komolyan gondolja az MSZNP azt, hogy valójában esélyegyenlőség állhat elő pusztán azzal az aktussal, hogyha az ellenzéki szervezetek, ellenzéki pártszeretek bevonulnak a munkahelyre. Föntartja ezt az érvelését az MSZNP azt megfontolva, hogy 40 éven keresztül, a nomenklatúra rendszerén keresztül az MSZNP pártpolitikai szempontokat érvényesítve helyezhetett munkahelyi főnököket termelőség képére. Amikor várható, hogy növekedni fog a munkanélküliség, amikor elkeserett harca fognak indulni a személyes megélhetésre, komolyan gondolja az MSZNP azt, hogy valójában esélyegyenlőség érvényes a munkahelyen, ha egyszerűen megalakítjuk a munkahelyi szervezeteket. Én az elvi kérdésekhez szeretném hozzászólni, majd még itt a tárgyaló közösség tagjaival kifejtik a véleményüket. Én tehát nem kívánok a munkahelyi pártszervezetek ügyébe további vitába belemerülni, mivel hogy az álláspontok közeledéséről informáltuk egymást, nincs szó. Sőt, ezek szerint szó sem lehet. Hiába való a vita, elvileg már-már szemlesítve emlegeti az ember azt a körülményt, amiben megegyeztünk, hogy a békés átmenet milyen értelmezést kapja ezeken a tanácskozásokon. A békés átmenethez előfeltétel volt, és lélektanilag sem utolsó jelentőségű, az a körülmény, hogy tárgyalóasztalra ültek a felek, és ezzel egymás felé közelednek, ebben egyeztek meg. A közeledés útján milyen botladók és ellenállási pontok vannak, ez meg a felelősségünk, hogy meghaladják azokat. Ha így van, akkor a kérdés igazán a körül zajlik, hogy valóban mit értünk békés átmeneten. Tehát épp az alapról. Azt értik-e békés átmeneten, hogy a még működő, funkcionáló rendszer összes struktúráját nem kívánjuk egy csapásra elintézni, hanem a változás irányát megválasztani, és ahhoz a közjogi törvényalkotásban segítséget nyújtani. Vagy egy polgárháborús megoldást, amelyik az azonnali leszámolás és felszámolás, és a struktúrák radikális megváltoztatásának szempontját tartja szem előtt. Mert ebben az esetben akkor nem a tárgyalasztali a szereptől és a feladat, hanem valaki másé. Kérhetném önöket, hogy definiálják az esélyegyenlőséget. Számomra ez kezelhetetlen fogalom. Én jogegyenlőséget, politikai egyenlőséget vallok, és úgy gondolom, hogy a munkák révén ilyenféle egyenlőséget megteremtéséhez jutunk közelebb. Nekem is az a véleményem, hogy a munkahelyen, munkaidőben dolgozni kell. Ugyanakkor egészen biztos vagyok benne, hogy a politika nem szorítható a munkahelyek falain kívül. Soha nem is volt kiszorítható. Olvasom a nyilatkozatot. Szó szerint. A háromvonalú politikai egyeztető tárgyalásokon, a politikai átmenet kérdéseivel foglalkozó bizottságban résztvevő MSZNP tárgyaló küldöttség
az MSZNP vagyonával, illetve az átmeneti időszakban a pártok működésének finanszírozásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszik. Első pont. Az MSZNP fenntartja azt az elvi álláspontját, amely szerint a több pártrendszer az egypárt pártrendszerhez képest nem róhat újabb terheket a társadalomra. Ugyanakkor a közelgő választásokat tekintettel sürgetőnek tartja az új alakult, illetve az új pártok induló működési feltételeinek biztosítását. Második. Az MSZNP a vagyonáról, beleértve a kezelésében és használatában levő ingatlanokat, egyéb vagyontárgyakat, például telefonvonalat, gépjárműkat, részletes kimutatást készít, és azt az MSZNP 14. kongresszusának bemutatja. Harmadik pont. Az MSZNP hozzá kíván járulni az új alakul, illetve új pártok induló működési feltételeinek megteremtéséhez, valamint a nevelési oktatási és az egészségügyi intézmények infrastruktúrális feltételeinek javításához. Ezért kész arra, hogy a használatában álló ingatlanok egy részét átadja a kormánynak. A szakértői bizottságban is nyilatkoztunk már, hogy az a költségvetés, amely lényegesen kevesebb, mint a szokásos, az idei működésünkhöz feltétlenül szükséges, tehát időarányosan sem tudunk lemondani sem az ellenzéki kerekasztalba törölt szervezetek javára, sem pedig más javára. Rögtön előre bocsátom, hogy azt hiszem ezt a tárgyalási szakaszt is úgy fogjuk lezárni, mint az előző részét a pártok működésre gondolkodásával foglalkozó törvénynek, mert az álláspontok nem nagyon látszanak közelebb egymáshoz. Mi eredeti elképzelésünk szerint az esélyegyenlőséghez úgy lehetett volna közelíteni már rögtön az átmeneti időszakban, ha minden az elmúlt 40 évben, mindegyik az elmúlt 40 évben állami támogatást kapott társadalmi szervű, idézve az MSZNP-t is, a vagyonát a társadalom vagyonának tekinteni, és úgy véltük, hogy ebből kell működtetni az újonnan alakult politikai szervezeteket, illetve a régieket is természetesen. Ha az MSZNP saját vagyonával, csak saját tagságának, kezelésében lévő vagyonnal, csak saját tagságának számol el, akkor elmi nézetkülönbség van természetesen az ellenzéki szervezetek és az MSZNP között. Az ellenzéki szervezetek álláspontja az, hogy az MSZNP vagyonát, a használatában lévő vagyon privilegizált helyzetben szerezte, állampártként szerezte, tehát ez nem értelmezhető úgy, mint egy szokásos módon megszerzett párt. Vagyis véleményünk szerint a társadalomnak tartozik elszámolni az MSZNP is, ezért nem tudjuk elfogadni azt, amit most elhangzott, és hát tulajdonképpen más módon, de ez állt a bizottsági viták középpontjában is ebben a témában. Tehát nem tudjuk elfogadni azt, hogy az MSZNP vagyonával csak a saját kongresszusán számoljon el, hiszen addig átláthatatlan a vagyona, átláthatatlan az, hogy a társadalom rendelkezésére mit bocsát és mit kíván megőrizni. Kimerem mondani, hogy megalázónak tűnik az az ajánlat, ami ma délután elhangzott. A háromoldalú politikai tárgyalásokat nem tekintjük illetékesnek az MSZNP-vel vagyonának elszámoltatásában, de ezt a vagyont a nyilvánosság előtt a törvényhozók számára teljes mértékben és részleteiben föltárjuk. Itt arról van szó, hogy az MSZNP a saját tagsága előtt kíván elővel számolni. Kongresszuson. Kérdezni szeretnék én is. Kérdésem pedig az van, mi az oka, hogy többszöri és nyomatékos kérésünk ellenére nincs előrehaladás abban, hogy mit tekintenek a ellenzéki kerekasztal résztvevői a működés elemi normatív feltételei. Nem arról van szó, hogy az ellenzéki szervezetek nem bíznak abban, hogy a demokratikus választások utáni parlament ezeket a kérdéseket megnyugtató módon fogja rendezni. Tehát nem bizalmatlanságról van szó, hanem elemi működési feltételekről. Szóval, Orbán Viktor kérdezne szó, egy kérdés.
tájékoztatottan. A kérdésem pedig a következő, Pozsgai Imre által elmondott bizalmatlanság kérdéséhez kapcsolódik. Nem érzi-e úgy államminiszter úr, hogy ellentétben áll az a két tény egymással, hogy egyrészt az MSZNP kijelenti, hogy a több pártrendszer nem kerülhet többe a magyar nemzetgazdaságnak, mint az egy pártrendszer, és ugyanakkor az a kormány, ami az MSZNP kormánya 50 millió forintot ajánl fel ezeknek az ellenzéki szeleteknek a költségvetésből. Nem érez-e itt ellentmondást? Orbán Viktor kérdésére azt válaszolhatom, hogy bár az előbb nem kívántam erre a kérdésre válaszolni, azt válaszolhatom, hogy ez annak a vagyonrésznek és jövedelemrésznek a rovására számoltatik el a kormánynál, amelyet az MSZNP átenged erre a célra, tehát semmi ellentmondást nem látok. A munkahelyi pártszerveződés ugye nyitva maradt, és nincs kidolgozva az a technika, ami a nyitott kérdések lezárásának módjával foglalkozna, fölösleges, vagy legalábbis nem lenne szerencsés most ezekben egyértelmű választ adni. Tehát ha a párttörvény egyében mindenben konszenzus lenne, akkor nyilván más lenne a helyzet, mint így. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyértelmű legyen a válasz, hogy vélemény szerint a párttörvényt ebben a pillanatban nem lehet előterjeszteni. És még egy megjegyzést, ezt súgták többen hátulról, de szerepelt a jegyzeteimben, hogy még van hátra egy feladat, figyelme attól, hogy én nem mindenben megnyugtattam, meddig eljutottunk, ami az eredeti napirendben is szerepelt, és a pártörvényhez, a úgynevezett pártörvényhez kapcsolódik, ez a fegyveres testületek tagjainak párt tagsága, illetve lehetséges tisztségviselése, vagy ebből való kizárása. Ez való igaz, ez még hátra. Az MSZNP a nyilvános tárgyalások mellett foglalt állást középszinten. Ebben állapodtunk meg. Itt most egy új javaslattal találkoztunk, amelyik az alapmegállapodást érinti. A kérdés tehát számomra nem úgy vetődik föl, hogy most el tudjuk-e fogadni ezt a javaslatot, vagy sem, hanem újra tárgyaljuk-e az alapmegállapodást ebben a kérdésben, és azt is megvizsgálni, hogy nem kerülünk-e abba a gyanúba, hogy a tárgyalóasztalt használjuk fel a nyilvános választási propaganda céljaira, mert ez a kettőt már annyiban emlékeztethette tisztelt tárgyalóasztalt arra, el kellene választani egymástól. Az ellenzéki kerekasztal nem értékeli azt az előrehaladást, amelyet a nyilvánosság ügyében a tárgyalásokon elérhetünk. Én megfontolásra ajánlom az ellenzéki kerekasztalnak azt a kijelentését, hogy a Magyar Televízió semmiféle lépést nem tett, mert így hangzott el, ezt viszont a jegyzőkönyvben rögzítette, és a vezetésre vonatkozó konzekvenciák levonásáig tartó bizalmatlansági indítványt terjeszt elő. Én kérem, mondja vissza ezt az indítványát az ellenzéki kerekasztal, ennek beláthatatlan következményei lennének, és hogyha az ellenzéki kerekasztal egy ilyen javaslat kezdeményezés megtárgyalására nekünk időt ad, be fogjuk bizonyítani, hogy milyen beláthatatlan következményei lennének egy ilyen indítványnak egy parlamentáris útra készülő országban. Mióta kinyitottuk a középszintet a nyilvánosságnak, a tévéhíradóban nemigen növekedett ezt a középszintet bemutató anyag mennyisége. És akkor átadom a hangviselőjelet. Tisztelt tárgyalófelek, az elégkedett gyerekasztal nem szeretné, hogyha félreértenék álláspontját. Lehet, hogy egy-egy félmondat rossz fogalmazása ebben ludas volt, azért szeretnénk átfogásunkat még egyszer talán érthetőbb volna megismételni. Az elégkedett asztal nagyra becsüli és nagyra értékeli azt az eredményt, az a televízió néhány kitűnő munkatársa és néhány kitűnő műsora az elmúlt fél évben, egy évben elér. Gondolok itt elsősorban például a második műsorra, ezen belül is a napzárpákra, ahol valóban higgadt, tárgyilagos bemutatásra került
a magyar politikai élet számos kérdése és számos ereje. Úgy véljük, hogy ezek a szilókképpen részlettek a jelenleg is és később is a mi elismerésünket is már eddig is kiérdemelték. Úgy véljük, hogy a televízióban más személyiségek ilyen szempontból nem voltak még a helyett magaslatán. Nagyon reméljük, hogy a jövőben erre a magaslatra fel tudnak emelkedni. Tonkis Elemér bejelentéseit megelégedéssel veszem tudomásul. Azt, hogy az MSZMP úgy teszi föl nekünk, az MSZMP ma úgy teszi föl a kérdést, hogy elfogadja az intézményt ebbe a formába, tehát visszavonta az eredeti köztársasági elnöki intézményről alkotott elképzelését, az önálló elnöki jogosítvány, alelnök, stb. Tehát elfogadta az intézményre a 46-1 évit, a mi históriai, jogi, stb. Alapelvünkön, de azt nem fogadta el, hogy a köztársasági elnököt csak a parlamenti választás után kell megválasztani, ezt nem fogadta el, hanem úgy fogja előterjeszteni ma ezt a javaslatot, hogy elfogadja a 46-1-en alapuló, amit most a szakbizottságban megalkottunk, de ragaszkodik két dologhoz, ahhoz, hogy közvetlen választással válassza meg, tehát népszavazási jelleggel, és a választásokat megelőzően válasszák meg a köztársaságot. Na most miután ennek a feloldására a mi szervezeteink közül három akkor már emellett szavazott, ebbe a fajta azért volt a konfliktus. Tehát a három ezért szavazott, ezért most visszakerültünk annak az eldöntésére, hogyha az MSZMP közli azt, hogy ő ehhez ragaszkodik, és ott lesz az, hogy mi ezt és ezt javasoljuk. Tiszta sor, most. Erre nincs más választásunk, mint időt kérünk, mert a mi javaslatunk ott van, időt kérünk arra, hogy közöljük az MSZMP-re a választ. Most nekünk a lehetőségünk az... Most dolgozzunk ki. Nem. Erre nincs már lehetőség. Nekünk az a lehetőségünk van, hogy erre azt mondjuk, hogy kérem, elfogadjuk, ezért kell szavaznunk ma, vagy vétót, vagy eldönteni, hogy mit akarunk, és ezt keresztül kell vinni, mert ezt tovább nem görgethetjük magunkat. Tiszta sor, csak egyet. Most ne arra tudjál, hogy közbeszólok. Én azt kérdeztem, hogy kiegészítésképpen világos legyen, hogy az MSZMP a záradékot nem fogadta el, szerinted, tehát ezért egy új záradékot terjesztetek elő az EKA számára, hogy egyetértünk vagy nem. MSZMP előterjeszti, középszint elé viszi, mert nincs megegyezés a szakbizottságban. A szakbizottságban mi nem beszéltünk arról, hogy mi a közvetlen vagy előzetes, mi a szakbizottságban kitartottunk egészen mostanáig amellett, hogy mi a parlamenti megválasztása mellett vagyunk az elnöknek, és a választásokat követően. Az MSZMP ezt nem fogadta el, ezért középszint elé kerül az ügy. Ha megállapodunk most abban, hogy ezt végigcsináljuk, azt kijelentjük, hogy a együttes elbírálásnál mondjuk ki a végleges választ, de a néphez való fordulás, tehát hogy ezt kiiktassuk, ez még semmire egyébként önmagában nem kötelez bennünket, csak annyit jelent, hogy természetesen hogy bármilyen demagóg fogást velünk szembe senki ne használhasson, kijelentjük, hogy amennyiben olyan döntés születik valamiben, hogy népszavazás, a népszavazás kérdésétben mi nem félünk a magyar nép döntésétől. Egy ilyent ki kell jelenteni, és ez önmagában akkor lehetség. Ha ezt nem tudja elfogadni a társág, akkor nem tudunk ma oda menni, és nem tudjuk végigvinni a tetőig. Tehát pontosan a ti álláspontotok nem érvényesülhet, mert nem tudjuk végigvinni. Erre kérek. Meg szeretném támogatni azt, amit Antal József mondott, mert ez tulajdonképpen megfelel az SZDSZ álláspontjának. Mert az SZDSZ a korábbiakban azt mondta, hogy ha a politikai alku úgy alakul, hogy bizonyos ellentételek és egyéb kérdések lezárásának ellenében ezt elfogadjuk, ugye a köztársasági elnök ilyen módon való megválasztását, ezt ebben az esetben nem zárta ki.
Tehát ezek szerint az elvet tulajdonképpen az SZDSZ már a korábbiakban elfogadta. Hagyd mondjuk el, hogy mi hogy gondoltuk. Igen. Az SZDSZ azt mondta, de most mindegy, hogy az államfő, nem akarom megismételni, mit szoktunk mondani az államfőről, de azt tanácsolta az SZDSZ a jelenlevőknek, hogy ezt a szempontot, hogy itt lehet egy összekötést kötni, azt tartsák figyelmet. Az SZDSZ nem azt fogadta el, hogy ilyen alkudozásra hajlandó. Az SZDSZ azt mondta, és azt tanácsolta a tárgyaló feleknek, hogy ebben a dologban akkor nyilatkozzanak végérvényesen, mikor világossá válik az MSZNP álláspontja a többi függő ügyben. Ne csapjuk be az ajtót. Ne csapjuk be az ajtót. Világos, hát nem akartátok becsapni az ajtót, de végső soron ezt a lehetőséget nyitva tartottátok egy később megfogalmazandó gondoljátok, hogy érdemes megszavazni azt a kérdést, hogy a népszavazást az EKA eleve elfogadja vagy elutasítja. Én ezt nem tenném föl szavazásra, mert ez nyilvánvaló, hogy összefügg az előző kérdéssel, amivel már szavaztunk. Ez egy nyilatkozat arról. De nem, én ezt nem értem fontosnak. Hát ez természetesen népességet az EKA elismer. Ha öt szervezet kéri, hogy tedd föl szavazásra, én nem kértem, hogy öt szervezet. De olyan kérdezik. Egyfőn szavazás. Igen, mondjad. Megérdést szeretném ezt tűzni, hogy magát a problémát sem értem. Hogyha az ellenzéki kerekasztal ebben az ügyben most nem foglal állást, sem így, sem úgy, akkor nem tehető ki semmilyen, sem olyan vádaskodásnak. Hát egyszerűen azt kellene nyilatkozni, amit Antal József először mondott véleményem szerint, ez megfelel a pillanatnyi állapotnak, senkit semmilyen módon nem sért, és semmilyen vádat ránk nem hoz, hogy ebben a kérdésben állást foglalni majd csak akkor fogunk, amikor a többi kérdéssel kapcsolatban is tisztázódott, hogy meddig tudunk eljutni a tárgyalásokon. Tisztelt urak, ha szereti, hadd hívjam fel gyorsan a figyelmet, hogy a Poskai szerint jövő héten már plenáris ülés lesz, utána összeül a parlament. Hát szóval nem lesz itt olyan sok idő, kérem szépen, csak lebegni. Hát. Nincs álláspont, ha egy vétó is van, tudomásom szerint, amikor összejött az ellenzéki kerekasztal, abban egyeztünk meg, konszenzusos döntés van. Az a döntés, amiben konszenzus van. Amiben nincs konszenzus, nincs döntés. Tehát ilyen értelemben nem mondjuk azt, mint amit véletlenül nyilván elszólás volt, hogy többséggel megszavaztunk, nem szavaztunk semmit sem. Kérem, most az államfőre szeretném elmondani, hogy én mit mondanék a mostani vita alapján. Én azt mondanám, első lépcsőben, amiben maradtunk, hogy az ellenzéki kerekasztalnak fent van a döntése, ahogy Antal József elmondta, és hogyha az MSZNP van a második lépcső, akkor pedig azt mondanám, amit Antal József is közösen próbáltunk kihozni, aminek a lényege az, hogy az ellenzéki kerekasztal ebben a dologban már, mint az államfő kérdésében, a választ a tárgyalások végén azzal összefüggésben adja meg, hogy... A konszenzus érintően természetesen, amiben a szakbizottság a konszenzus... Természetesen, csak a választás módjára. Meg választás módjáról. És abban az esetben, ha olyan kérdést tesznek nekünk föl, ami a népszavazás kérdésébe provokatív esetleg, akkor nekünk igenis ki kell azt jelenteni, abban az esetben a provokatíve teszik föl a kérdést. Így hangsúlyozom, tehát azt mondják, hogy nem ért egyet, akkor azt mondjuk, erről a kérdésről véglegesen, vagy nem véglegesen, hanem ott fogunk nyilatkozni, természetesen nem félünk semmiféle, a magyar nép semmiféle döntését. Ennyi. Az ellenzéki kerekasztal határozata szerint a köztársasági elnök megválasztására az új országgyűlésnek lehet felhatalmazása. Érvelésünk szerint, amit majd utóbb fogunk előadni a választások módjáról való vitás kérdésben, a köztársasági elnök választása, ha parlament által történik, akkor egy olyan parlament tegye meg ezt a választást, amelynek a legitimitása kifogástalan, tehát amelynek a legitimitását senki sem vitatta, amelynek a legitimitása az első magyar szabad választásokból ered. Ezért a javaslatunk az, hogy az új választásokig egy ideglenes megoldás érvényesüljön, állítsuk fel a köztársasági elnöki intézményt azzal, hogy a 46 év egyes szellemében a parlament elnöke addig helyettesíti, amíg az újabb szabadon megválasztott országgyűlés erről az intézmény betöltéséről rendelkezni nem tud. Köszönöm. Tehát közvetlen vagy közvetett választás a következő vitakérdés. Az MSZNP és a harmadik tárgyaló fél köztársasági elnök közvetlen, tehát népszavazás útján történő megválasztását javasolja.
Ezzel szemben az ellenzéki kerekasztal, ahogy már hallottuk az előbb Tölgyesi Pétertől, az országgyűlés által történő választást is méghozzá nem a jelenlegi, hanem az újonnan megválasztandó országgyűlés általi választást tartja szükségesnek. Véleményünk szerint egy olyan közjogi berendezkedés, amelynek két erős legitimációs pontja van, nevezetesen a parlament és a köztársasági elnök, rendkívül törékeny lehet. Mint már Marx Károlytól is tudjuk, 1848-ban egy ilyen típusú berendezkedést állítottak föl Franciaországban, ahol volt egy köztársasági elnök, aki népszavazástól nyerte a legitimitását, és volt egy parlament, amely hasonlóan nagy parlamenti legitimációval rendelkezett. Marx Károly előre megjósolta, hogy ez a berendezkedés töréshez fog vezetni, valamelyik fél erőszakkal maga felére fogja billenteni a mérleget. Marx Károly jóslata ezen kérdésben helytálló volt, és valójában be is következett, hogy a köztársasági elnök a maga javára eldöntötte a berendezkedést, és fölállított egy egyszemélyi diktatúrát harmadik császárként. Úgy gondolom, hogy letértünk az intézményrendszernél egy alapkérdésről. Megállapodtunk abban, hogy a köztársasági elnöki intézményt a bizonyos 46 egy évi koncepció alapján teremtjük meg, és tulajdonképpen mint intézményt ezen az alapon megteremtettük, és ebben konszenzus van a szakbizottságban. Az elnöki intézmény kérdésre, ami lehet egy záradék kérdése ebben az esetben, hogy az első köztársasági elnök megválasztása hogyan történik, és ezt úgy gondoljuk az ellenzéki kerekasztal, hogy helyes lenne az intézmény felállításába és ennek részletezésébe az elmondottak alapján a konszenzust megállapítani, és a megválasztás módját, még egyszer hangsúlyozom, és ennek az időpontját a jelen tárgyalásainknak a végére tenni más kérdésekkel együtt, az átmenet kérdésében nyitva hagyott más kérdésekkel együtt. Úgy vélem, hogy kimondhatjuk a konszenzust a köztársasági elnök jogintézményére vonatkozóan, az MSZNP elfogadja azt is, hogy itt a függőben lévő kérdés valójában egy elsőrendű politikai kérdés, amelynek jogi kifejezési formáját nem a mai ülésen kellene megtalálni. Kezd világosá válni, hogy mik azok a kérdések, amelyekben egyetértés van a három oldal között, és mik azok, amelyekben nincsenek egyetértési pontok. Úgy gondolom, hogy azt kijelenteni azonban, hogy ebben a kérdésben konszenzus van, az így önmagában megtévesztő volna. Egy intézményhez alapvetően hozzátartozik az a kérdés, hogy miképpen jön létre. Szerencsésnek tartanánk egy olyan fogalmazást, amely azt mondja, hogy meghatározott kérdésekben kialakult a konszenzus, de bizonyos kérdésekben fönnmaradt. Megítélésünk szerint, abban az esetben, ha holnap a tömegkommunikációs eszközök azzal a címmel kommentálták a mai tárgyalást, hogy konszenzus van a köztársasági elnök intézményében, nem a teljes valót közölni, hiszen nagyon lényeges kérdéseket utaltunk éppen most az MSZNP egyetértésével későbbi tárgyalásra. A függőben lévő kérdések számáról úgy véljük, három ilyen függőben lévő kérdés van. Közjogi tekintetben a megválasztás módja és a megbízatás időtartama, valamint politikai kérdésként a megválasztás ideje. Ha így ezt elfogadja az ellenzéki kerekasztal és a harmadik tárgyaló fél, akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy az Antal József által értelmezett módon kimondjuk a konszenzust arra, amiben megszületett ez a konszenzus. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ellenzéki kerekasztal kíván előleményből váltani. El tudjuk ezt így fogadni. Levelétől, hogy azokban a kérdésekben,
amelyekben nem tudunk konszenzusra jutni, az ne szerepeljen a megállapodásban. Tehát ne szerepeljen a munkásőrség ügye se úgy, hogy marad, se úgy, hogy megszűnik, hanem ez a kérdés kerüljön ki a megállapodásban, ellenben a felek tegyenek egy nyilatkozatot, mint egy a megállapodás záradékaként, hogyha változások következnek be a politikai eseményekben, és ilyenek be fognak következni 3 hét múlva az MSZNP-nek kongresszusa lesz, és valószínűleg egy új párt, új néven egészen más felállásban fog tárgyalni, akkor ezekben a kérdésekben, mint a munkásőrség ügye az első, aminek ütköztünk, a felek hajlandók arra, hogy újra megtárgyalják a kérdést, tehát adott esetben egy 3-4 hét múlva, és akkor próbáljon a konszenzusra jutni. Egyszer nincs az MSZNP részéről álláspontváltozás jelenleg, nincs álláspontváltozás az ECA azon szervezeteinek álláspontjában, akik ebben a kérdésben a közvetlen és idő előtti választással voltak, és jelen pillanatban nincsen változás az ECA azon szervezeteinek az álláspontjában, akik amellett vannak, hogy semmi körülmények között ne kerüljön sor, előre és közvetlenül. Ez jelenleg a helyzet. Én a Vantai Józsefnek azzal a kitételével talán nem tudnék azonosulni, hogy az ellenzéki kerekasztal széttörésének veszélye áll ebben a dologban, mert lényegében egy konszenzus ebben a dologban már létrejött. Ez egy középszintű tárgyalás, utána pleráris, és ez a szakasz lezárul. Ebben a kérdésben nincs halasztási lehetőség. Tehát akkor nem jön létre a konszenzus a hétfői pleráris ülésen, ha ebben a kérdésben nem történik megállapodás. Megőrizzük-e azt a lehetőséget a magunk számára, hogy az ECA, mint egy egységes tömörülés aláírjon hétfőn részleges megállapodásokat, és azokban a nyitott kérdésekben, amelyek előttünk állnak, képes legyen ugyancsak egységesen tovább tárgyalni, vagy sem. Érzésem szerint ez a lényeges kérdés, ez az alapvető kérdés, és ennek a megválasza, pozitív megválaszolásához kell technikákat keresni. Nekünk úgy gondolom, ha a kerekasztal egységét meg akarjuk őrizni, akkor és más okokból is, de a kerekasztal egysége a legfontosabb szempont, amit a szem előtt tartok, és amit véleményem szemünk előtt kell tartani, akkor egy másik, egy ellenjavaslatot kell előterjesztenünk arra vonatkozóan, hogy mi legyen a konszenzus megteremtésének a módja. Voltak éppen délután nem más csináltunk, mint erre, mint ebben gondolkoztunk, milyen olyan konszenzus formálási javaslatot alakítottunk ki, amelyik szerint azokat a kérdéseket, amelyek nincsen egyetértés, további tárgyalásokra utaljuk előre. Én szeretném föltenni azoknak a kérdést, akiknek a számára fontos, hogy a megválasztott államfő Pozsgai Imre legyen, hogy bizonyosak-e abban, hogy Pozsgai Imre... Senki nem mondta. Valóban nem hangzott el. Igen, elnézést kérek, akkor csak absztrakten feltenném a kérdést, hogy bizonyos-e, hogy Pozsgai Imre köztársasági elnök jelölt lesz a október 6-i pártkongresszus után. Nem tudom. Ez az én kommentárom ahhoz a Boros Imrének ahhoz a megjegyzéséhez, hogy a személyi kombinációk nem biztos, hogy úgy fognak állni, mint ahogy most állnak. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben dönteni kell, és ezt a kérdést, amelyik a legfontosabb politikai kérdés jelenleg, a döntésre kell vinni és meg kell állapodni. Az ellenzéki kerekasztal mit csinálhat, ha nem tud közös megállapodásra hozni? Két nyilatkozatot tesz ki közé. Az egyik nyilatkozat azért, hogy most belemennének választásokon elnökbe, a másik azok, akik nem mennének bele. A Szabaddemokraták Szövetsége azt a megállapodást, amelyben ez benne van, tehát az államfő közvetlen választás, ezt nem tudja aláírni a Szabaddemokraták Szövetsége. Az, hogy az ellenzéki kerekasztal tagságra nézve ez pontosan mit jelent, ez a további fejleményeknek a függvénye. Fölfoghatjuk ezt úgy, hogy úgy írjátok csak alá, hogy egy záradékot csatoltok az aláírás fölé, amiben kijelentitek, hogy a megállapodásnak ezzel a pontjával nem értetek egyet. De nem emeltek vétót.
önmagatok mennyiségét, politikai vagy elvét. Vétót, ami közvélemény nem is ismeri ezt a belső vétót. Megfontoljuk ezt a mostani földrendet. Tehát ez így álljunk meg egy szívóvétel. Ez egy nagyon fontos pont a határidőben. Kérem szépen, elképzeled, mert én nem tudom, képzeled, hogy valakinek van egy elvi álláspontja, és nem akar engedni. Aláírjátok a megállapodásokat, de egy záradékot írtok fölé, a saját aláírásotok fölé, miszerint ti ehhez nem járultatok hozzá. Elveitek fenntartását. Meggyőződésem Szabad Györgynek sok tekintetben igaza. Valóban nem ez a legfontosabb kérdés a mi számunkra. Ez eddig igaz. Számunkra vannak fontosabb kérdések, ezek olyan fontos kérdések, amelyekben eddig az MSZMP nem engedett. Sőt, nem, hogy nem engedett, hanem amit engedett, és visszaengedte, vagy visszavette. Tehát úgy gondolom, hogy abban az esetben, hogyha most mi ebben a kérdésben engedünk, akkor az összes többi kérdésben az MSZMP soha nem fog nekünk engedni. Úgy gondolom, hogy nem csak elvileg helytelen, azt gondolom, hogy nem csak elvileg van itt vita közöttünk, hanem a politikai helyzet megítélésében is. Ez az egyetlen kérdés, amiben az ellenzéki kerekasztal tulajdonképpen az egyetlen adunk, így is fogalmazhatunk. Amennyiben ezt most, ebben a tárgyalási szakaszban mi, akármilyen formában is, de fejbólítással az MSZMP által elfogadjuk, a következő tárgyalási szakaszban mi átutaltuk a szerintem sokkal fontosabb kérdéseket, abban nincs mivel érvelni. Ott az MSZMP azt mondja, hogy nem enged, és az fog történni, ami eddig történt. Se egyetlen egy helyzet nem lesz, amikor az MSZMP rá lenne arra utalva, hogy mi azt mondjuk, hogy igen, nem lesz ilyen helyzet. Ha most ezt nem tesszük át a következő tárgyalási szakaszba, a következő tárgyalási szakaszban álló kérdések az MSZMP mind kemény álláspontot fog kifejteni. Ezért politikailag elhibázottnak tartanánk ezt az álláspontot, rossz taktikának tartjuk és nem fogadjuk el. Tehát mi a magunk részén nem írunk alá olyan megállapodást, és a hangsúlyt mi nem arra tesszük, hogy közvetve vagy közvetlenül van megválasztva az elnök, hanem nem írunk alá olyan megállapodást, amely szerint Magyarországon először nem szabad választások lesznek, hanem először elnökválasztás lesz. A szabad választások elsődlegességét feladni, az egy hiba, mert az ellenzéki kerekasztal és a pártok megmérettetése csak ott történhet meg. A lengyel példa nagyon közel áll hozzá, de ne felejtsük el. Ez a Jaruzelszky, akit lenyelt a lengyel ellenzék, ez volt az, aki a statáriumot elrendelt. És ugyanennek a lempnek az emberei lövettek a munkásokra a hajójáról. Mivel ez egy tárgyalási módhoz tartozik a vétó, a konszenzuskeresés, ezt mi olyan kardinális kérdésnek tekintjük, hogy ebben az esetben a Fidesz és mindaz, aki úgy foglal állást, ki fogja jelenteni, hogy ebben a kérdésben nem ér egyet. Mi nem kívánjuk ettől a kerekasztalnak a felborítását további tárgyalásokat, de ebben a kérdésben mi, ami ha erre kerül sor, e szerint fogunk szavazni, és ezt egy nyilatkozattal fogjuk megindokolni, hogy miért így tettünk. Igen. Az volna a kérése a Szabaddemokraták Szövetségének, hogy ezt a bejelentést azok, akik szeretnék a közvetlen választott államfő, hétfőn tegyék meg, tehát hétfőn tegyék meg ezt legfelső szinten. Nem. Abban az esetben, hogyha most én úgy megyünk oda a tárgyalóterembe, hogy ezt a bejelentést hangzik, amit Antal József elmondott, akkor viszont azzal kell számolnunk, hogy olyan értelmet nyilatkozott, hanem megakadályozza, hogy az ellenzékek azt a bárhatalan érjön. Ami abból következik, hogy a pártalkotott tárgyalásokra szóló megállapodás mi magunk is aláírjuk. Abban, amiben benne van, az ellenzéki kerekasztal, mint egy tárgyalófél egységes álláspontot képvisel. Mi a magunk része, amennyiben nem hétfő hangzik el mindez, hanem ma, a mai ülésen megvédjük. És azt tudjuk mondani, hogy nem ezt mondtam. Föl fogunk állni, azt tudjuk mondani, hogy az előterjesztett álláspont nem az ellenzék kerekasztal álláspontja, hanem valami más. Az ellenzék kerekasztalnak is nincsen álláspontja az ügyben. Ez jó, ha tudja mindenki, hogy ez az MSZNP abban a helyzetben fog kerülni, hogy nem lesz kivel majd után megállapodni. Nem helyes, azt jelenti. Mit jelent a hétfő? Semmit nem jelent, egy trükk, most beszéljünk magyarul. Mind a Völgyesi Pétertől, mind tőletek, mert semmiféle kijelentést nem tettetek arra vonatkozóan, hogy ha nem hétfőn teszik, miért ha hétfőn teszi ezt az együttes, akkor más mondanátok? Hétfőn ugyanezt mondanátok. Nem. Ha nem? Egy nagyon fontos kérdésben különbség van. Mi a különbség? A Fidesz a maga részéről nem óvhatja azokban a kérdésekben, amelyek már konszenzus alakult ki, azt megakadályozza. Ha nem?
tehát nem akarja fölbonyítani az ellenzéki kerekasztalt, azt szeretné, ha az, amikben megállapodtunk, azok átmennének. Ebben a kérdésben, ami az elnök kérdése, nem. Tehát azt szeretnénk, ha olyan döntés születne az ellenzéki kerekasztal ülésén, amely az összes olyan kérdésben, amelyben az elnököt leszállítva egyébként egyetértés van az ellenzéki kerekasztalon belül, és egyetértés lehet, azok ma döntésbe mennének. Igen. Tehát ha ma kerül elő az ellenzéki kerekasztal, vagy ma kerül elő a háromoldalú asztalnál az elnök kérdése, akkor a mi asztalfölbonyításunk azt is jelenti, hogy azokban a kérdésekben sem lesz konszenzus. Még hétfőn viszont a magunk részéről azt hiszem, hogy azt fogjuk, ez még nincsen eldöntve. Szeretnénk akkor, mert akkor most viszont mi egymással legyünk becsületesek itt, mondjuk ki, hogy mi van. Szeretnénk befejezni a mondatomat. Ha ma kerül erre sor, a helyzet olyan lesz, hogy semmilyen kérdésben nem lehet egyetértést elérni. Ha hétfőn kerül sor, akkor a megfontolás tárgyára tesszük azt, hogy nem írjuk alá. Nem írjuk alá a megállapodást, de a kialakult kérdésekben, amelyekben konszenzus van egyébként, azokban nem kötöttünk akadályt az elé, hogy az aláírása kerüljön. Világos? Megfontolás tárgyává teszitek, vagy ezt közlitek most velünk, mint tényt? Amennyiben ma nem veti föl a kerekasztal ezt a kérdést, hanem hétfőre halasztja az álláspontjának a nyilvánosságra hozását, akkor mi hétfőn nem akadályozzuk meg azt, hogy az összes többi kérdésben megállapodás szülesen az ellenzéki kerekasztal és a pártkozó. Magyarán mondva, egy záradékkal írjátok. Nem írjuk alá. Mi a Tölgyesi Péter jelentkezés? Hallgassuk akkor meg! Egyszer fölfüggesztettem. Ez is egy megoldás. Föl kell függeszteni, aki nem ért egyet, és az egység megfárít. Akármilyen fölállásban, a már elért kérdésekben megállapodást írjanak alá azok, akik akarnak. Ezt nem akadályozunk meg hétfőn. Hazáradékkal írjuk alá, ha el sem megyünk, a lényeg az, hogy nem akadályozunk meg. Ugye az ötök számára a lehetőség, a szabaddemokrata sem fogja megakadályozni. A szociáldemokrata. Mi sem. Fontos kérdés a középszintű tárgyaláson a plenáris ülésre utalt. Ez pedig az alkotmány hatályba lépése utáni közállapotok és közjogi állapotok megítélése. Az a kérdés, hogy mindaddig, ami a köztársasági elnök megválasztására sor kerülne, kiváltsa el az államfői teendőket. Tulajdonképpen a legfontosabb kérdés megtárgyalására tudunk most áttérni, és így még elég messze vagyunk a teljes konszenzus kimondásától. A legfontosabb kérdés az államfői intézmény fölállítása mellett az államfő megválasztásának az időpontja és a módja. Ebben a kérdésben az ellenzéki kerekasztal nem tudott egységes álláspontot kialakítani. Az ellenzéki kerekasztal szervezetei közül 4 szervezet más állásponton van, mint a másik 5 szervezet. Az ellenzéki kerekasztal 5 szervezetek közül, 9 szervezetek közül 5 hajlik afelé, hogy elfogadja a közvetlen választást és a parlamenti választások előtti választást. 4 szervezet ezt a megoldást nem tudja elfogadni. Azzal a veszéllyel is számolni kell, hogy az MSZMP parlamenten kívüli hatalmi pozíciókat ment át a választásokon utánra, ami kérdésessé teheti a népképviseleti szervek hatalmát. A magunk részéről a megállapodást jelen állapotában nem írjuk alá. Nem kívánjuk azonban kisebbségi álláspontunkkal megbénítani az ellenzéki kerekasztal többi tagszervezetét. Ezért felfüggesztjük abból fakadó jogunkat, hogy a kerekasztal, mint az egyik tárgyalófél, csak valamennyi tagjának egyetértésével határozhat. Szándéknyilatkozatunknak egyetlen pontjáról sem mondtunk le. A jelenleg általunk az ellenzéki kerekasztal tagszervezetei által különbözőképpen megítélt megállapodás tervezet tekintetében
álláspontunk a lényeget illetően megegyezik. A Szabaddemokraták Szövetsége azért nem tudta aláírni ezt a megállapodást, mert úgy látta, hogy az az öt szervezet, aki az aláírásra vállalkozik, az eltér a szándéknyilatkozattól. Hát ezt mindenképpen le kellett szögeznem, hogy ne az legyen az utolsó elhangzó szó, amely azt mondja, hogy ez nem történt meg. Nem kívánunk itt vitát folytatni. Nyilvánvaló, hogy a nézetkülönbségek és a megítélésben meglévő különbségek következtében e falakon kívül fognak még elhangzani korrekt és inkorrekt nyilatkozatok is. Bízzuk ezt arra. Hozzászólni elsősorban a javaslathoz szeretnénk, mint ahogy egész tárgyalási menetünk folyamatában hasonló magatartást tanúsítottunk. Mégsem hagyhatom szó nélkül azokat a megjegyzéseket és észrevételeket, amelyek lekicsinleni igyekszenek, azokat az eredményeket, melyek éppen itt a tárgyalóasztalnál születtek. Ami igazán megütközést keltett bennünk, és ezt ne tekintse senki okoskodásnak, hogy itt jöttek elő olyan alapvető és sorsdöntő jelentőségű javaslatok, mint például minden törvény népszavazás útján, vagy a legtöbb törvény népszavazás útján való elbírálása, amelyek nyugodtan ide kerülhettek volna a tárgyalási napok legelső szakaszában is. Boldogan ismerkedtünk volna ezekkel az indítványokkal, és egyikünk se zárkozott volna el azok megvitatásától. Ki volt akkor itt félrevezetve? Nyilván az a nép, amelyik ezeket a tárgyalásokat, kicsikarva a nyilvánosság, ilyen vagy olyan fondorlatait, kényszerült figyelemmel kísérni, és ebből a nyilvánosságból legfeljebb egy kaotikus állapotra következtetni. Úgy hiszem, ez sem szabad itt most figyelmen kívül hagyni. És akkor még valamit ehhez, ami még nagyobb megütközést keltett bennem, ez pedig az, hogy nekem az a félelmem, hogy itt nem a népfelség dolga körül van az igazi baj. Az a félelmem, és majd a következő tárgyalásokon győzzenek meg engem, hogy ez alaptalan lesz, hogy a Szabaddemokraták Szövetsége és a Fidesz a jövendő szabadon választott parlamentben sem hisz. Mert ha annak szuverenitását föltételezi, akkor semmi akadálya a megfelelő akarat kinyilvánításának és újra törvényesítésének, ha éppenséggel vitás helyzetet lát a tárgyalóasztalnál. Ezt azért szerettem volna elmondani. Mert ezzel a hitetlenséggel és ezzel a fenntartással és a nép iránti ilyen megvetéssel nem hiszem, hogy szabadna nekünk a békés átmenet időszakának neki menni. A konkrét javaslat dolgában mi nem firtatjuk, hogy milyen következtetések alapján jutott egyik vagy másik tárgyalópartnerünk erre vagy hamarra a következtetésre. Bár az álláspontunk ebben más volt, de ez ügyben is közelítettünk a célokhoz, hajlandók voltunk, mert fontosnak tartottuk a békés átmenetet. Ezeket a kompromisszumos javaslatokat mérlegelni, ezért mi elfogadhatónak tartjuk az öt szervezet álláspontját. Itt most én ebben nem akarok belebocsátkozni a szervezetem részéről, viszont a Fiatal Demokraták Szövetségének nevében visszautasítom Pozsga Imrének azon megjegyzését, mely a Fiatal Demokraták Szövetségének politikai koncepciójából fakadó állásfoglalására a jelzőt illette, hogy ez a nép megvetése. Köszönöm. Pozsga Imre. Erre Kövér László jogosított fel, hiszen majd a jegyzőkönyvek visszaidézik beszédét, ezt ő használta az NSZNP-vel szemben. Tisztelt tárgyalók, tehát a halál újra, a halál újra.